Sziasztok srácok, én Foxy vagyok, és ez itt egy Farming Simulator mod bemutató lesz. Ugye amint láthatjátok, ilyen winter mód van bent, ilyen ma. Hát én így ránézésre három modot letöltöttem. Három modot letöltöttem. Egyik nem használható, a többi kettő használható. Na, az első, az ez a cash, vagy cashe, azt nem tudja, na, ezt soha nem tudtam, ezt a traktor neked kiejteni normálisan. Úgyis nem tudtam, hogy hogy kell. Na, ugye van ez a traktor, meg van ez a hótoló. Ez tökéletesen működik. Rohadt jó ez a traktor, mert váltós. Nem te váltad, de lehet hallani, hogy vált. Na, ki is próbáljuk. Hallottátok? No, ugye ezt lehet állítani jobbra-balra, dőteni a V-betűvel, leengeded. Nem tudom, mit kapcsol ilyenkor be a B-betűvel, de bekapcsolta. És csak akkor kezd bekotrani. És akkor ez így ugye tolja magának. Szerintem rohadt jó. Külső nézetből is. Nem tudom, mik ezek a rögök. De ez így is tolja te. Na. Ha itt is volt valami. Szerintem valami pályatörés lehet az. Nem tudom. Na menjünk vissza. Ja, közben ki kell kapcsolni, mert eltoljuk össze-vissza. Visszamegyünk a másik sávba. Jaj, itt meg fogunk akadni. Ah, zsír. Kicsit kijebb vezetjük. Igen, arra figyeljetek, hogyha ezzel mentek, egy kicsit megemeli a traktort. Szóval ezzel óvatosan. No. Ez a traktor, ez ennyi is lett volna. Meg ez a hótoló. Még egyszer úgy, hogy néz ki. És van ez. Ez a ugyanolyan traktor és egy ilyen... ilyen faszom... hó... lövő... mit tudom, mivel. Ennek egyetlen egy hátránya van, mégpedig az, hogy nem lövi ki a havat ott fönt. Ez annyit csinál, hogy mindjárt látjátok. Még menjünk itt el erre. Lerakod ugyanúgy. B betűvel beindítod. És nézzétek csak. És nem lövi a havat. Jó, de most ahhoz képest viszont jó. Látjátok, kurva szépen eltakarítja. Ha engem kérdeztek, ez sokkal jobb, mint a toló. Nem akad meg semmibe. Igen, a pályán vannak olyan részek, amiket nem látsz. Mármint, hogy van ott valami. Mert ott például volt valami. Ez a traktor, ez valami kibaszott jó. Ja, és amikor megnyomod a B betűt, nyomhatsz padlógázt. Nem fog gyorsabban menni 18 km per óránál. Tehát rohadt jó. No. Na, ez a traktor is ennyi lett volna, és akkor most... gondolom vágjátok, hogy az nem jó. Az a traktor. Vagyis az a kamion. Ezt amúgy csak azért töltöttem le ezt a pályát, hogy megmutassam.
tettem bele gyorsan kis pénzt, hogy meg tudjam mutatni. No. De van olyan... Ez most nem tudom, hogy mi. Itt a leglényegesebb a left control, meg a keypad 5. Az ugye bekapcsolja a súrt. Ami egyébként úgy néz ki, mint egy víz. És nem csinál semmit, szóval tök fölösleges. És akkor van nekünk a egérrel, mint a markolóknál tudjuk. Na, most működik? Ne basszál már. Két videó előtt próbáltam és nem működött. De most ez most miért? Megint nem jó. Na, elvittem. Úgy belülről az ilyen. Tehát kurva jó. Amúgy kurva jó néz ki. Ezt hozzá kell tenni. És egész gyors is. Na most leteszteljük, hogy... Mit csinál? Aha! Itt is ülünk, hogy be kell kapcsolni a B betűvel. Na, akkor viszont ez is működik, srácok. Ez is akkor kibaszott jó. Ez ilyen amerikai feelingű. De rohadt jó szerintem ez is. Végén itt nem látok hátra. Farönkök. Egyébként ugyanúgy lehet benne szántani, vetni, minden szart ugyanúgy lehet benne csinálni. Ezen a pályán. És ennél is nyomhatsz padlógást, hogy ennél kocsinál is. Erre utónál. Na, ez is egész szépen eltakarítja. Na, hát srácok, ennyi lett volna a videó. Remélem kedvet kaptatok egy kis pótolásra, meg ehhez a pályához. Igazából tényleg egy tök jó kis pálya. Nem tetszik, ilyen kis falu. Csak, na, ha látjátok, mennyi minden van itt? Rengeteg minden van itt is, elég nagy. Ja, itt a híd. Itt a főút, tehát ennyit jöttünk erre. Hoppá. Na, szóval remélem kedvet kaptatok ehhez a pályához, úgyis most már itt a tél. Lehet nyomni a izét is itt is. Nem csak ráállásba. Na mindegy. Remélem tudtam segíteni. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, akkor lájkold, iratkozzál föl. És ha szeretnétek még ilyen farming szimulátoros mod bemutatót, vagy ugye a sorozatot, azt én is szeretném igazából csinálni. De ha titeket érdek, akkor még jobban fogom akarni csinálni. Na, szóval ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!